Kedves közönség, ha most úgy kezdeném ezt a köszöntőt, hogy én nem vagyok a szavak embere, nyilván egy-két barátom minden a nézőtéről felszólalna, hogy akkor mutassam be néhány tánclépést. Hát én szeretném megkínálni önöket ettől a cselekedettől, hiszen ennek csak egy fájdalmas sóhajtás lehetne a következménye. De azok, akik ma estét fellépnek, hát az azt gondolom, hogy a művészet csúcsa. Lajka Padrakut, egy táncegyüttes, 2002-ben alakult újra. Két igen kiváló művészek van vezetésével, és én azt gondolom, hogy itt a szemünk előtt játszódott le az a fejlődés, amit majd önök látni fognak. Két híres együttes kísérletével, a Hevener zenekar és az Agyva Banda fogja majd őket kísérni, és Nagy Pál Anett és Kádár Ignác nyilván olyan formátumú táncot fognak meg bemutatni, amivel elkápráztatják a kedves közönséget. Ugye ez a 19. Pakon Fesztivál, és a hónapi napon még 13 együttes szerepel itt önök előtt, Erdélyből, az ország különböző részeiből, és az erdélyi táncosokat külön is szeretném köszönteni, különbelléki és a Dímes környéki hagyományőrzőket, azokat, akik tulajdonképpen a mi Ajka Padrak néptánc együttesének a táptalaját teremtik, hiszen ez az együttes ez szinte minden évben meglátogatja a régi anyaföldet, és újra és újra elsajátítja azokat a fogásokat, amelyet az ottani egyszerű emberektől meg